Újra támad az influenza, ismét növekszik az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma. Az influenza és a COVID elleni oltások csökkentik, illetve csökkenthetik a súlyos megbetegedés kockázatát, és beadatásuk a szakemberek szerint javasolt a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a gyermekek körében van a legtöbb beteg, 46%-ot is meghaladja az influenzás 18 év alattiak száma. A központ rámutatott, hogy érdemes kérni mind a COVID, mind az influenza elleni védőoltást. Ez nem tetőzik, hanem tulajdonképpen most indul. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt évben a koronavírus volt döntő többségében a légúti fertőzések mögött, ez megváltozott, és a harmadik naptári héten már az influenza pozitivitási arány az nagyobb volt, mint a koronavírus pozitivitási arány. Tehát tulajdonképpen egy kezdődő influenza járványról beszélhetünk. Tavaly ilyenkor is folyamatosan emelkedett a megbetegedések száma. Az influenza járvány február végétől március közepéig tetőzött. Hetente 60 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Magas láz általában, elesettség, köhögés, általában száraz köhögéssel szokott indulni. Nagyon jellemző tünet még a fejfájás, de ugyanakkor hányás és hasmenés is nagyon-nagyon szép számban jelentkezik kísérő tünetként. Szövődménynek tüdőgyulladás, középfülgyulladás, amelyik eléggé mindennapos. Az influenza szezonra történő felkészülés ősszel kezdődik. Ennek megfelelően már októbertől elérhetőek a térítésmentes, szezonális influenza és koronavírus elleni védőoltások a házi orvosoknál. Járvány időszaka tavaszig tart, tehát hivatalosan a 20. naptári hétig működtettük a légúti figyelőszolgálatot. Tehát ezek a vírusok, ezek tulajdonképpen változó intenzitással, de egészen tavaszig itt fognak velünk maradni. Egy influenza járvány 8, az a legrövidebb, 12 hét alatt zajlik le körülbelül. Mivel a vírusok még velünk lesznek, ezért a védőoltások felvétele soha nem késő, és körülbelül 2 hét kell, hogy kialakuljon a védettség. A védőoltás beadásáról mindig az oltóorvos dönt a páciens személyes jelenléte, a vizsgálata után ő dönt arról, hogy a védőoltás beadható vagy sem. A megelőzés szempontjából a megfelelő higiénia betartása is fontos szerepet tölt be. Figyelni kell, hogy ha hazaérkezik valaki, akkor szappannal, meleg vízzel kezet mosson. Ezek lennének a legfontosabb dolgok, hiszen a kezünkről is bármennyire légúti vírus, ha hazamegyünk és a szemünkhez nyúlunk, vagy rögtön elkezdünk valamit tenni, akkor gyakorlatilag így is fertőződhetünk. Ebben az időszakban érdemes a táplálkozásunkra is nagyobb figyelmet fordítani. A megfelelő rost, nyers zöldségek, gyümölcsök és a halfogyasztás is nélkülözhetetlen. Közösségbe menetelkor legyen az orvosi rendelő, legyen az nagyforgalmú üzlet, bármi olyan hely, ahol sokan vannak, akár villamos vagy autóbusz, én úgy gondolnám, hogy feltétlenül érdemes hordani magunk védelmében is, a környezetünk védelmében is a maszkot. Bense Tamás kiemelte, hogy az oltás felvétele a 60 éven felülieknek, a krónikus betegeknek, mint például a cukorbetegek vagy a magas vérnyomással küzdők, illetve minden egyéb betegségben szenvedő embernek ajánlott.